Együttműködés körvonalazódik a magyar politikai alakulatok között a 2024-es szuperválasztási évben is. Erre mindannyiunknak szüksége van, és biztos, hogy nem az RMDSZ-en fog múlni az együttműködés, fogalmazott Kelemen Honor szövetségi elnök. Az előző két parlamenti választáshoz hasonlóan a 2024-es szuperválasztási évben is hajlandó az együttműködésre a másik két magyar párttal az RMDSZ. Az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt 2016-ban kötött együttműködési megállapodást a parlamenti választások kapcsán. Így kapott befutóhelyet Bíró Zsolt és Kulcsár Terza József. 2020-ban ugyancsak két befutóhelyet kapott az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt szövetségével létrejött Erdélyi Magyar Szövetség. Ekkor az MPP és Kulcsár Terza József és a néppárti Zakariás Zoltán jutott képviselői mandátumhoz. Az elnök szerint az együttműködés szükségességét jól példázza, hogy a felvidéki magyar párt milyen sorsra jutott, amely a viszályok miatt nem teljesítette a bejutási küszöböt, így kimaradt a pozsonyi törvényhozásból. Kelemen Hunor szövetségi elnök is úgy fogalmazott, az együttműködés mindannyiunk érdeke, és nem az RMDSZ-en fog múlni. Az együttműködésről mi már annyiszor tanúbizonyságot tettünk, és az együttműködés számunkra és számukra is azt gondolom fontos, hogy nem is érdemes erre különösebb figyelmet szentelni. Eddig is volt együttműködés, ezután is lesz. Hozzátette, az idén tavasszal létrejött magyar polgári erőt nem lehet kiadni a magyar-magyar összefogásból. Van két parlamenti mandátumuk, a parlamenti választásokon az együttműködés adott, az önkormányzati megméretkezés lesz, mondta Kelemen Hunor. Korábban Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke azt mondta, csomagban szeretnének megállapodásra jutni az RMDSZ-szel a jövő évben rendezendő négy választás kapcsán. A helyhatósági választáson verseny várható a magyar politikai alakulatok között, de bizonyos településeken az együttműködéstől sem zárkoznak el.